Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az ő gondolatait középen, itt felül és alul látjuk. Ez a kép utal egy bírósági ügyre. Vagy arra, hogy ő átélt valamit, amit eddig igazságtalanságnak tűnt, ezen töpreng, rendbe akarja hozni ezt a helyzetet. És itt a csillagok szerencsét hoznak. Lesz egy szerencsés fordulat. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Mindkét kártyán a 10-es szám van, ami utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életében. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó, sőt a képen látható ez a szerencse, a boldog családi kapcsolat. Itt az érmék láthatóak. Ez jelenthet egy stabil párkapcsolatot, itt érzelmekről, álmokról, vágyakról van szó, és itt az érméknél, ami a föld elemét jelenti, már reális dolgokról. Az érmék jelenthetik az anyagiakat, a munkát, a hivatást is. Itt látható a hozzáállása, még kicsit bizonytalan, de mégis látható a képen, hogy mozgásba jön, vannak tervek nála, közeledik hozzád, és szeretne beszélni veled. Mit fog tenni, az itt látható. Ezen a képen is érezhető az ő gondolata, az ő terve. Ő tervez veled valamit, de mégis még kicsit bizonytalan, vagy úgy gondolja, hogy te vagy bizonytalan, és még vacillálsz, ami a döntéseket illeti. De ő szeretné azt, ha a kezedbe vennéd ezt a botot, a tűz elemét, és aktív lennél, azt is szeretné, hogy hozz döntéseket, légy bátor, és az, amit ő közöl veled, az lelkesítsen téged. És megnézzük, hogy mit mutatnak a következő kártyák. Egy bírósági ügy, vagy igazságtalanságok. Ez elmúlik, hiszen ez a kasza ezt lezárja. Az is lehet, hogy ő vállófélben van. A csillagok szerencsét hoznak. És itt az utak jelentik a döntéseket, vagy egy találkozást, vagy azt, hogy a szerencse útban van hozzá. És itt az ötletei, a tervei, a kommunikáció. Itt felül a csillagok láthatóak ugyanúgy, mint ezen a képen, tehát lesznek jó döntések, lesz egy szerencsés fordulat. Egy új kezdet, ami kihat az érzelmeitekre. Itt a gyermek jelent egy új irányt, egy új kezdetet, egy ártatlanságot, vagy egy kisbabának a születését. És itt, ami az anyagiakat illeti, a munkát, a hivatást, vagy a biztonság érzetét. Itt a fa azt jelenti, hogy igen, ő nálad oda érkezett, és úgy érzi, hogy nálad most le tud gyökerezni. Miért vacillál, vagy te vacillálsz? Különösen, amikor döntésekről van szó. Itt te vagy látható a képen, ha te egy hölgy vagy. Lehet, hogy azt jelentik a kártyák, hogy te szeretnél döntéseket hozni,
és nem akarod azt, hogy ő tegyen ajánlatod. És itt egy új kezdet, a lelkesedés, a bátorság. Ez kiad a szerelemre, hiszen itt van a szerelem Isten nője, és átnyújtja ezt a lobogó szívet, és a tűz eleme jelenti a szenvedélyeket is. Milyen ötletek vannak nála? Ő mozgásba jön, tehát itt nem csak a terv van, ez az ötlet, hanem akkor is, ha ő is egy kicsit még bizonytalan, de szeretné ezt megvalósítani, szeretné azt, ha lenne mozgás. Az ő jelenlegi helyzete, van hamissága a környezetében, valaki figyelgeti őt. Szerintem ő ennek tudatában van. Lehet, hogy ez itt ez az igazságtalanság. És a te jelenlegi helyzeted. Itt a könyvek jelenthetik a tudásodat, vagy egy továbbképzést. Ezek a dolgok foglalkoztatnak most téged, vagy jelentheti a zárkózottságot. Vagy te vagy zárkózott, vagy úgy gondolod, úgy érzed, hogy ő zárkózott, és nem mondja el azt, hogy ki ez a hamis személy. És ez volt az általános jóslás, egy aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!